Az MCC a nemzetért és a szűkebb közösségükért tenni akaró lelkes fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy a tehetségüket kibontakoztathassák. A legkitűnőbb hazai és külföldi oktatóktól tudnak tanulni az MCC-s diákok. Fontos kiemelni azt, hogy mindez térítésmentesen, anyagi és földrajzi helyzettől függetlenül tehetik meg a diákjaink. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az MCC az elmúlt időszakban hatalmas hangsúlyt fektet az úgymond nemzetközi térnyeréseit. Arra gondolok elsősorban, hogy Brüsszelben nyitott az MCC képzési helyszínt, ezáltal a felvételt nyert diákok gyakorlatilag testközelből láthatják, tanulhatják az Európai Unió működését. Ez úgy gondolom, hogy egy rendkívül fontos dolog a mai világban, hogy a nemzetközi tanulmányi jellegüket tudják erősíteni. Ehhez kapcsolódva megemlíteném még, hogy az MCC az elmúlt időszakban az ESMT Berlin üzleti egyetemmel kötött együttműködési megállapodást. Ennek tekintetében éves szinten több mint 20 MCC-s diák tanulhat kint Berlinben. Ez az egyetem egyébként Németország úgymond legmagasabban rangsorolt üzleti egyeteme. És folytatva a sort, megemlíteném még azt, hogy a Bécsi Modul Egyetemmel is, Modul Egyetemben szerzett tulajdonrészt az MCC, így diákjaink most már Bécsben is tudnak ösztöndíj jelleggel tanulni. Azért mondtam ezt el, és azért soroltam fel, mert ugyan mi itt Szekszárdon vagyunk, szinte a legkisebb képzési központ, azonban azt tapasztalom, hogy egyre több diákunk ismeri föl azt a lehetőséget, amit globálisan tud nyújtani számukra az MCC. Ugye hozzánk a legjobb esetben általános iskola felső tagozatban, 5. osztályba kerül be egy diák, majd felmenő rendszerben a középiskolás programban folytatja a középiskolás tanulmányai mellett itt nálunk is a tudásának a bővítését. Ezt követően pedig egyre több diákunk dönt úgy, hogy az MCC egyetemi programjába is becsatlakozik, ami az 5 nagy egyetemvárosban működik. Így gyakorlatilag egy olyan képzési szortimentet kaphatnak, amit felnőtté válásuk során gyakorlatban is tudnak alkalmazni. Mint hogy minden évben idén is megnyitottuk a lehetőséget a diákoknak, a középiskolás diákoknak a középiskolás programunkba történő jelentkezésre, idén, december 14-ig tudnak az érdeklődő diákok csatlakozni hozzánk. Gyakorlatilag Szekszárd középiskoláiból és a vonzás körzetéből várjuk az érdeklődő tanulókat. Én azt szoktam mondani, hogy az MCC egy tudásközpont, egy ilyen szellemi svéd asztal, amiről a diákok válogathatnak, és olyan diákok a tagjai programunknak, akik általában többet szeretnének kihozni saját magukból, tanulásra, fejlődésre vágynak, és nyitottak a világ dolgai iránt, a közéleti témák iránt, és ebben szeretnének segítséget kapni. Maga az MCC-nek a programja több elemből áll, alapvetően tandíjmentes iskolai időn túli képzéseket kínálunk a diákoknak. Részt vehetnek angol és német nyelvű nyelvi kurzusokon, illetve rendszeresen szervezünk a számukra workshopokat, amelyeknek több célja van. Egyrészt az a célja, hogy felkészítsük a diákokat az egyéni és a csoportos munkavégzésre, hogy fejlesszük különböző szociális készségeiket, mint például a kommunikáció, a prezentációs készségek, a stresszkezelés, vagy akár a vita kultúrájuknak a fejlesztése. De célunk az is, hogy a diákokat támogassuk a pályaorientációban, és olyan szakmákba, területekbe nyújtsunk nekik betekintést, ami segíti őket az orientációban a jövőben, és ami azt még támogatja, hogy ebben a szakmájukban tapasztalt oktatókkal, szakemberekkel, szaktekintélyekkel dolgozunk együtt, akik csoportosan és egyénileg is mentorálják a diákjainkat. Fontosnak tartom még elmondani, hogy nagyon fontos a nemzetközi kitekintés nálunk, tehát nem csak többnapos belföldi tanulmányutat szervezünk a diákjaink számára, de rendszeresen viszük őket külföldre, többek között Németországba, Franciaországba, Görögországba, de voltunk már Angliában és Skóciában is a diákokkal.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében az MCC egy intellektuális tér, ami nem csak inspiráló és motiváló közösséget ad a diákoknak, hanem úgymond egy gyorsító pálya a sikerhez és az életben való boldoguláshoz. Vannak úgynevezett extra kurzusok, amik direkt arra mennek ki, hogy a helyi sajátosságokat ismerik meg a diákok. Például pont két hete voltunk a szexádi nyomdában a hatodikosokkal, mert hogy van egy olyan extra kurzusok, aminek az a neve, hogy Techguru, és ennek egy állátogatás a lényege. Most nyilván ez a pécsi hatodikosoknak is van, de hát ők nem a szexádi nyomdába fognak jönni. Minden év folyamon 25 fő a maximum. Most pont a 2024-25-ös tanévbe érett be, úgymond a program, tehát majdnem 100 diák van. Tehát most értük el azt, hogy van 5., 6., 7., 8., tehát teltházzal üzemelünk.